A Regionális Fejlesztési Vállalat Kft. Formában 2000-ben alakult, 4 magánszemély hozta létre, tavalyi évben alakult privát részvénytársasági formára, az idei évre tervezzük azt, hogy a tőzsdére bevezetjük a céget. Egy elég speciális szolgáltatási tevékenységet végzünk, ami ma még elég szokatlan Magyarországon, ez az úgynevezett ESCO jellegű beruházás finanszírozási tevékenység, az energia megtakarításokra építő és abból megtérülő beruházásokat csinálunk. Abban bízunk, hogy tudunk olyan ajánlatot tenni, ami elfogadható és kedvező lehet.